Madrid 2018. Engedjenek be! Rendben vannak a papírjaim! Három rablás, két nevű erőszak, mit kell még tennem? Hányszor mondjam, hogy tele a börtön? Senkit se fogadhatunk! Hogyha tele van, az előbb jött két csóka! Ez itt börtön, nem üdülő! Figyelmeztető lövés! Torrente! Ez ám a boldogság! De mi történt, mi történt, mi történt Torrentével? Maga két csontváz, teljesen megvénült, tisztára megváltozott! Hát ez szép, Kukó! Te is megváltoztál. Betakarlak, tepöcs? Igen, Kukó már tök tiszta, Torrente. Egy év elvonók urát tartom a nyaralomban. Egész új ember lett. Ki a faszom ez? Jesus in unoka bátyó, Torrente, sokat meséltem róla, amikor már beján voltunk. Egy falusi bolond. De nagyon jó ember. Hozott bőrendöt, ne szeszel táskát? Minden nálam van. Akkor menjünk, indulás! Megyünk. Megyei börtön. Marhára hiányzott ám, Torrente. Sokszor eszembe jutott, hogy ott ült, bent csücsült a sitten. Nem is olyan rossz oda bent a sitten, hát úgy bizony. Nem igaz, nem mindenki élhet át ilyen élményeket, ugye? De már szabad ember, Torrente, oda visszük, ahová csak akarja. Biztos a katalánok műve, Torrente. Nem csodálnám, ha tavaly tették volna, amikor függetlenek lettek. Egy-két esett vonás a megfelelő helyen, és olyan lesz, mint új korábban. Fel a fejjel. Főnök, főnök. Friss virág, síre. Csak 2000 pezeta. Jó. A gyerekre kell. Van nálad 2000 pezeta? Nem bírom tovább. Látni se bírom. Menjünk el, menjünk, nem Torrente, bírom elviselni. Menjünk már. Mit akar? Hová vigyük? Vissza akarom kapni a kocsimat. Mikor bevonultam, egy haverra bíztam, hogy vigyázzon rá. Ja. Majd meglátod, micsoda verda az. Egy igazi klasszikus, ha? Fényezve, kiglancolva. Mintha egy úr lakna a kocsijában, Torrente. De hát ez néger. Bizony, néger, néger. Mi történt ezzel az országgal? Itt már semmit sem tisztelnek. Nincs semmi baj, Torrente úr. Álljon már fel, kutya gumiba térdelt. Azóta máshol felépítették. Nem. Ez hihetetlen. Világ életemben a jogot és a törvényt szolgáltam. Igazságot szolgáltattam. Egyenes derékkal, de örökké becsülettel. Hogy nemzetünk boldogulását szolgáljam. Spanyol hont! De aljasul bebörtönöztek. Ám kijöttem, és látom ezt a rothadást, ezt az ínséget. A nemzet erkölcsi és etikai fertőbe süllyedt. Micsoda szégyen. Hát nincs Isten. Torrente, ember, ne szontyolodjon. De vége. Nem leszek többé minta állampolgár. Nem leszek többé a polgári erények elkötelezett híve. És készüljön fel a világ már mától fogva, ettől a pillanattól. Torrente már más ember lett. Törvényen kívüli. Torrente 5. A kezdő 11. It's affection, women and action. Playing poker, looking like ice in New Vegas. It's emotion, love and distraction. Sweetie cuts on the tinkle in New Vegas. Gotta try to lie. Losing could become a crime, and I will use the final time.
válság, munkanélküliség, recesszió. A satisfaction when you bet with all you've got in your domain. It's a thrill and a reputation with the aces in your hand in your domain. You gotta try to win all night. Losing could become a crime, and I'm only used to win all time because I've got to play it right. Kaszkahárez hentes volt. A legjobb hentes támogatta a híreket. Ma reggel a miniszterelnök Mariano Rajoy találkozott az ellenzéki Pablo Iglesiasszal, és aláírták az egyességet az átlagbér csökkentéséről. Az új átlagbér 98 ezer pezetta lesz. Na de mit szólnak az emberek? Megkérdeztük az utcán, mit szólnak a spanyolok ahhoz, hogy kizártak az Európai Unióból, az euró végéről és az új pezetáról. A pezeta a régi jó pénz, spanyol pénz. Jó, nagyon jó, jó. Remek. A pezeta? Na, hogy a pezeta? A drága jó pezeta. Kész katasztrófa. Fogalmunk sincs, mennyi hitelt kell megfizetni, amit euróban vettünk fel. Olyan pezettával, új pezettával, ami nagyon nagy a kezelés. Éjjel a király, nem szeretnénk, de mi szeretjük. Éjjel Andalúzia, morcsődör! Nos, a pezeta újra a spanyolok mindennapjainak része lesz. Szokjunk hozzá, mert a Nemzeti Bank már nyomja a bankjegyeket. Az euróban elhelyezett betéteket automatikusan pezetára váltják. Igaz, 16% levonás mellett, melyet a kormány az államadósság kifizetésére fordít. A spanyol államadósság a legnagyobb a világon, de a pezeta leértékelődik. Egész hét, Torrente úr. Kosztuljam. Na jó, így már egész más. Kezdem magam jobban érezni. Szalagos fánk. A fánkot is meg fogja enni? Nem, a fánkot az útra vettem. Most kezdődik a küldetés. Menjünk. Ez nagyon fontos az intellektuális kapcsolat miatt. Az emberi kapcsolatok? Jó, most eljössz, fiam. Nem lehet nekem barátnőm, van Torrente. Egyébként személy szerint ellenzem a nők kizsákmányolását. Micsoda marhaság? Hogy a nők kizsákmányolása? Elég szép pénzt fizet majd a bátyó a kiskurvának, de a svéd nőcinek is etetnie kell a családját. Haja, én spanyol vagyok. Azért vagyok itt, hogy kifizessem a masszázs tanfolyamot. Remek, ez helyes, szeretsz tanulni. Te nem akarod? Én, Torrente úr, én is a nők kizsákmányolása ellen vagyok, meg aztán a számlát is én fizetem. Találtál valamit? Micsoda szégyen. Ebbe a lokálba már mindenkit beengednek. Ne higgye, Torrente! Akad még itt valami? Bejelentették a válság végét, a népek jó kedvűek. De úgy volt, hogy leálltál? De Torrente, már semmit sem tolok. Csak néha diazepánt, klorazepánt, ketamint, vikodint, roinolest, és persze egy kis gyermek aspirint. Nézze, Torrente! Az meg mi az össz? A mortadél, hogy gyűjtem ide. Nagy rajongó, Torrente. Fogépnél hagyd egy csaj, rajzol neki egy figurát. Felteszi a tökét a szeme fölé, és arra jön a szemüveg, aztán jön a farka az orra elé, és fényképezi. Hihetetlen, mennyire elfajzott a mai fiatalság. Félre te csökött. Itt lesz ez a peremény, ha? Itt halmozódik fel minden, meglátjátok. Akad itt valami? Felszívtam valamit. Csak nem tudom mit. Juan Carlos, kizsákmányolnak minket, mint a söpredéket. De eljött az idő, hogy revánsot vegyük. Ahogy mondja, készüljünk fel és pakoljunk ki egy bankfiókat. Sületlenség, miféle bankfiókot? Kölyköknek való, komoly emberek vagyunk, nagy menők. Egy azon estén támadjuk meg a három legfontosabb kaszinót. Az lehetetlen, Torrente úr. Hogy lehetetlen? Mert csak az első ütemet fejezték be. Momentán csak egy kaszinó üzemel. Csodás, annál könnyebb. Egy is elég. Kész okos Tóni a bátyó, he?
Végre szabad vagyok. Ez már az én közegem. A külváros? Nem, hülye. Az éjszaka. A kurvák. A játék. A kaszinó. Törvényen kívüli. Na de Torrente úr, miért én fizessem a három kaszinó belépőt? Ne butáskodj, fiam! Tekintsd befektetésnek! Tekintsd úgy... Elnézést, de át kell adni az üveget. Nem szabad inni a játéktermeken kívül. Ugyan, és ki kéri? Én kérem. Morgó, ide figyeljél! Úgy tudom, a többi törpe már nagyon keres. Meglepetés bulit tartanak, ott van mindenki. Dávid, a törpök, a smörfök, mindenki. Igen, én kérem. De szólhatok hófehérkének is. Én csak azt nem értem, miért hívják ezt Eurovegasnak, de komolyan. Ha kitettek az Európai Unióból, nem úgy kéne hívni, hogy Spanyol Vegas? Hát persze, jobban hangzik. Sokkal szebb. Spanyolosabb. Vagy lehetne Francisco Franco Casino nagyszálló, ha? Ezért kezdték Hispan Vegasnak hívni. Úgy sem tetszett Edelsonnak, és átvette a projektet az önkormányzat. Persze, igen, igen, tényleg emlékszem. Aztán? Aztán egyszerre beszállt a helyi polgármester Brancsa, a bezárt Vidám Park igazgató tanácsa, és persze a volt eurokraták, igen, igen. Ne mondj többet! Aztán megvették a nevet Edelsontól, persze jó nagy szexért arra. Az élet már csak ilyen, gyerünk, ígyunk valamit. Tudod, ki volt még nagyon jó srác? Ő is a cellámban ült. Ki? Az orangután. Ha? Játszottunk vele párszor. Az udvaron kézilabdát. Barcenasszal. Ellopta minden labdánkat a macsuk. Majom, mit akarsz? Húzz a dzsungelbe. Bakker, beengedtük a büféjéket. És nem szabadulunk tőlük. Én nem vesztegettem az időt. Kapcsolatot építettem. Barátok. Remek barátok. Értjük, mit a rente? Kis barátok, a kóterben így megy, ha nincs zsemle, jó a kiflis, ugye? Hülye vagy? Ugyan már, nem kell felkapni a vizet. Én szeretem a húst, meg a halat és fő, hogy ízletes legyen. Szakmai kapcsolatok! Gyertek! Az úr Treff 3-ast húzott. Csak úgy hemzsegnek itt a biztonsági kamerák. Több száz, még a klotyókban is. Nézd csak! Az ott egy kamera. Az ott, az is kamera. Csak álcázott. Mit csinálsz, vadbarom, te állat? Ez egy erődítmény, bevehetetlen. Épp ott áll egy biztonsági őr. Ott egy másik, vidéki versenyző. És azt a rente? Az ott, az egy vénszatyor. A kaszinó védelme. Igazi mestermű. Nem. Se baj. A sitten szereztem kapcsolatot. Ismerem, aki a védelmi rendszer tervezte. Aki végig itt volt az építkezés alatt. A legjobb biztonságtechnikai szakértő az Egyesült Államokban és minden nagy kaszinóban. John Marshall. John Barca. Tom Marshall. John Marshall. Én is azt mondom, John Barca. Nem, Tom Marshall. Hú. Szerintem ez az. De Torrente! Ezt a címet adta meg. De kérem, Torrente, csak itt felbukkanunk, csak itt bejelentés nélkül? Igen. Biztos benne, hogy a fószer számít rá. Mondom, hogy igen. Én egy kicsit félek, nem? Ne szórakozz már velem! A fickó, aki a kapcsolatot adta a sitten, megbízható. Persze, úgy kerül sitre. Jó, gyertek. Nyitva van. Na gyertek. Apcsába, micsoda palota. Micsoda elegancia, micsoda luxus. Szűzanyám. Há, nem túl óvatosak. Töretre nézze! Apcsába. Csodálatos. Itt minden megvan. Az egész művelet teljesen eltervezve. Félre, arccal a falnak. Haja! Haja, mi jó emberek vagyunk! Terpe szállás! Szerűsz, Torrente, a marslak úr már vár minket! Let them go! Igaz. Tegnap óta. Azt hittem, megmondták, hogy egyedül jöjjön. Igen. Igen, marslak úr. De ez a két srác a két jobb kezem. Follow me. Fabio, bring me a fucking whiskey. Vigyek ez!
Uram, biztos nem érti, miért van szükség ilyen balfácára. De igen. Világos. Persze, hogy felkér, ha egyszer testi fogyatékos. Látta már az Ocean's Eleven-t, a tripla vagy semmit? A filmben Danny Ocean rablást tervezett a csapatával, volt harcosokkal. A piszkos 11. Csodálatos film. Emlékszem? Nem. A tripla vagy semmi. George Clooney volt a rendben. Ne szórakozz már, Lüke. A nagy Frank Sinatra-ról van szó, a sztárról. Frank Sinatra? Nem ismered Frank Sinatra-t, kretén? Hiszen Frank Sinatra olyan, mint Fári itthon. The thing is, you are an ex-cop, and I need team of people with clean records. Megbízható csapat. Ügyes ember. Felkészült banda. Minden világos, Marshall barátom. Most végre jó kezekbe került, mert nem talál még egy ilyen férfit, he? Akinek makulátlanabb a híre az enyémnél. De hát maga most került ki a sídről, Torrent. Kusolja rá! Kiválogatunk egy ütős csapatot, akiket felőrölt a rendszer, ám előéletük tiszta és pályafutásuk végig töretlen volt a rendvédelmi erők testületében. Here's the list the people I need. Don't worry, Marshall. Vegye úgy, hogy megvan. Azt még látjuk, Torrente. De nagyon hülye. That was a 400 years old suite of amour. Setsz alatt összekalapáljuk, Marshall uram. That was a 24 years old case of scotch. Összerakjuk. Itt is van, Eszi, van semmi baj, majd feltörlöm. We're fucked. Szóval a Lisa szerint kell informatikus, robbanószer szakértő, egy törpe akrobata, egy vonzó és kívánzó színésznő és egy... Nem tudom elolvasni. Milyen mázlik van, Torrente? Ez a Yankee kész Terminátor? Neki van mázlia. Nem mindig akaszthat le profikat. Olyanokat, mint mi. Mi újság, Damián? Torrente, rég láttalak! Hello, Hugo! Mi újság? Jesusin! Mi újság, fiam? Hogy vagytok, Mizus? Pénzt akartok mi? Ugye pénzt akartok, ne. Na? Azokat a srácokat keresem, akik velem ültek, akik feltörték az adóhivatal rendszerét. Amióta itt vannak, képzelt minden az egész műhely informatikus! Igazi zsenik! Meghiszem azt. Nagy bajusz! Fogsor! Hogy, mint srácok? Nem tudjátok. Megnyertétek a lottó ötest. Siriki, Siriko, na és a nőcskék? Most tudom el? Mi bugozhatom el? És a nő, és a nő, és a kurva! Kellő jó közözár, laucsimba. Tartozol 3000 pezetával! Én hozzalak el a repülőtérről! Mondták nekem, hogy Antonyító ott hagyta a bát és átnyergett másik üzletre, de erre nem számítottam. Na hát! Manolito! Ember! Hogy Torrent, te hogy vagy? Mesélj! Mi van vele? Én itt húzom az igát, húzogatom, kapiskálod! Hát ez csodálatos! Hogy vagy, Torrent? Ezt nézd meg, gürcölök, mint egy kuli! Figyeljetek, fiúk! Az évszázad rablására készülünk. De ez titok. Talán titeket is beveszünk a csapatba. És hamarosan úszni fogtok az 5000 pezetásokban. De nem tudok mindenkit elhívni, úgyhogy most csak őt viszem, Manolitot. Torrente, én a magam nevében páratlan vagyok. De ide nem kell harmadik, nem? Na jó, Antonyító. Tudsz te angolul? Good night, az jó éjszakát. Felvettelek. Te Torrella Vega, katalán vagy, nem? Igen, Nyétából. Jó, akkor itt maradsz és húzod a riksát. Nesze függetlenség! Kurva anyád! Törpe akrobata, hol hajtunk fel ilyesmi, Torrente? Emlékszel a matadorra? El kellett mennünk az arénába, hogy találjunk egyet. Elég! Ne cigezz nekem! Az unokaöcsém nem bika párti, Torrente úr. De kukó, nem áll. A bika viadal spanyolikum. Nem szeretem az állatok szenvedését. Buziság! Előbb betiltják a viadalt, aztán szétesik egész Spanyolország. Én mondom, Torrente, a bika viadal a legjobb. Szereted a bikákat, he? Imádom a bikát, megölni! Csodálatos. Neked olyan pikás képed van, fiam. Fogtam én a pikát. Tényleg? És mi történt? Semmi, rábasztam. Mit basztál el? Hát a csajszit. Torrente, a cirkuszban kereshetnénk törpét. Van cirkusz a közelben. Remek ötlet, fiam. Látom, már nyomoztál. Nem, Torrente, de tudok olvasni.
Ugyanamit javasol, az a törvényesség határait súrolja, de azért elég érdekesnek tűnik. Bár nem nagyon értek az ilyesmihez. Egyszerre hívtak szakértőnek valami mozifilmhez. És kisfiúkoromban elcsortam egy dinnyét is, de akkor is... Nem, nem, ez finom megbízatásra. Nem is tudom. Akkor számítson rám, tele a tököm a cirkusszal. Jó, de magad tényleg ért az akrobatikához? Tán kételkedik? Ember, nincs a képére írva, hogy tud rudakon ugrálni, hitesel? Törpe igen, de akrobata... Fogalma sincs, kivel áll szemben. Tényleg. Nem, na figyeljen! Bakker! A picsába baromi jó. Na hát, bassza meg! Egész ügyes! Csodálatos akrobata, Torrent. Mit akarsz? Nem értem, ha tele szájjal pofázol. Ha üres a szája, akkor sem nagyon érteni. El is igaz. Baleset történt! Hoppá! Torrente! A barátnőm is kicsi, nem törpe, de nálad tudira alacsonyabb. Jó, jó, akkor menjünk. Menjünk. Tessék, Torrente, ott van! Mi újság, ciki? Mit akarsz megint tőlem? Nem megmondtam, hogy a barátnőimmel leszek, te barom! Nem csak törpe, elragadó. Olyan a természete, le sem tagadhatná, olyan jó, mint egy angyal. Te nekem itt ne pofázz, hallod? Állj, állj! És mégis hova álljak? Nagy szíve van, mint mikrobinának. Komolyan, Torrente, én csak a legjobb oldalát ismerem. Törpe, akrobata és remek kislány. Tényleg törpe. Akrobata, azt meglátjuk. De remek kislány, ne szórakozz! Már fogytál az időnk, Torrente. Értékelnünk kell a szépség himnuszát, manapság oly kevés a szépség. Hát tudti, hogy énekelni tud. És onnan már csak apró lépés a furuljázás, és ha közben leereszkedik a nyelvcsapja, annál jobb, kettőt kapsz egyáráért. De csak? A ducit? Nem, de hogy hány igen, a másikat. Hát azt tudod, ő az arám barátnője, de kicsit habunkos. A habot is szeretem. Nem, nem lehet elolvasni ezt a macska kaparást. Biztos vagy benne, fiam, hogy ez itt gázszakértő? Persze, Torrent, de látom, hogy gázszakértő. Talán a bombához kell. Mi a fasznak akar a fickó egy gázszakértőt? Gázspecialista kell. Hát erre én is alkalmas vagyok. Ne szegáld! Kétszer csípett a paprika. Ugyan, Torrent, de kötve hiszem, én inkább könnygázra gondolnék, vagy a robbanógázra. Miért? Ez is megteszi, nem? Valami ott érik, Torrent. Figyelj, itt a barátod, a gázpalackos. Palackót! Kukó! Mi újság, Henáro? Gyugyicseg, öreg! Éljen, éljen! Na-na! Hey! Jaj, nyomás! Mizu! Jól vagyok! Akkor jó. A fivérem! Na, ez kész családi vállalkozás. Hogy vagy, Ricardito? Szia. Kukó! Nem bonthatom egyedül otthon, mert amit ott rendelsz, olyan kicsit olyan... Igen, olyan limitált vagyunk. Henáro, ő itt Torrente úr, akiről beszéltem, aki szeretne szerződtetni egy kis melóra. És te ki vagy? Te vagy a zseni a családban? Tessék? Mondjad, ahogy tudod. Torrente úr, nagyon hálás vagyok, hogy rám gondolt. De a vállalatnál adtak egy esélyt, csak azt mondták, ha megint elbaszom, elküldenek. Nézze, a mi nap is... Ugyan, fiam. Te most normális vagy? Tessék? Te most normális vagy, fiam? Mi? Olyan melót ajánlunk, ami után milliómos lehet, és te emiatt az állás miatt aggódsz. Ez egy kalapszar. Torrente úr, egy kis tiszteletet. Ez itt, egy stabil állás, a maga ajánlott a kicsit. Várjunk, a kocsi, elindul. Elindul, megy a kocsi. Állj már meg, ne! Istenem! Mit csináltál, Ricardo? Ne csak értették! Mozgalmas meló! Na jó, semmi gázpajtás. Már nem kell féltened az állásodat, úgyhogy este pontosan jelenj meg ezen a címen. Ott kapsz eligazítást, jó? Há? És azt ott ne hozd. Egyedül gyere.
és ez meg mi? Hogy ő? Ő csak a technikus. Technician? Igen. Nem szerepelt a listán, de Spanyolországban mindig viszünk egy technikust. What for a technikus? Mindenféle. Általános technikus, így hívják. Megbízható a tag? A gázszakértő fivére. Gázszakértő? Genaro Martín Lafuente, gázpalackos. A Gáz Madridnál 3 év, a Gáz Espanyánál 6 év katonai szolgálat letöltve Melilla. A gázszakértő, aki a listán szerepelt, marslagom. Nem volt könnyű, de... Zárszakértő! Azt mondtam, kell egy zárszakértő, hogy bejussunk a kaszinóba, you fucking bastard! Torrete úr, azt hiszem, hogy sérteget minket. Úgy látom, nem elégedett, Marshall úr. Ne! It's gonna work. Nyugodjon, nincs semmi baj. Ez itt nem jó. Rosszul számolták ki az ellipszist. Mit akarsz? Ez itt rossz. Ha megszorozzuk az eredmény hányadosával, akkor alacsonyabb összeget ad ki az egyenlet változójánál. Ami azt jelenti, hogy legalább egy állandó 5 és 11 tizedes egy közti hiba van minden egyes elvégzett mérésnél, ami a számítás alapja. He's right. Ricardito készeső ember, ne küld ki egy érért, mert eltéved. De aztán kiszámolja minden bozsáját. Igen. Who are they? Itt az akrobatikus törpenő, akit maga kért, és a vonzó színésznő. Elnézést, de nekem még nem mondták el, mi ez az egész. Mit mondott? A lány azt mondta, hogy mindent szívesen megtesz, amit kér. Ha nem értettem... Hallod, ha valami különleges igény van, én extrát kérek. Ahogy én is. Pofa be, törpenő. Semmi mohóság. Kitűnő barátom. Köszönöm. Jó. Jövő szombaton. Kipakolunk 2 milliárd pesetát át az Eurovegas legnagyobb kaszinójából. Az akció a foci VB döntő alatt lesz, Argentina és Katalónia között. De előtte rengeteg mindent el kell intézni, ami nélkül nem tudnánk végrehajtani az egész műveletet. Az első lépés azt jelenti, hogy meg kell szerezni a mágneses karkötőt az egyik kaszinóban dolgozó őrtől. Így a rablás napján bejuthatunk a folyosóra, ami egyből a felvonóhoz vezet, ami levisz a páncélterembe. A célszemét figyeltetnünk kell. Megközelítőleg ugyanakkor lemegy a kocsijához a mélygarázsba. Akkor fogunk közbelépni. Elkábítjuk, és így kezdődik az akció. A fivéremmel mi? Mit csináljunk? Semmit. Hárman leszünk egy ellen. Egyébként, ha magam mennék, egy Nelson fogással, amit megtanultam, pillanatok alatt lebénítok egy embert. Van tüze? Tessék! Torrente a karkötő. Akkor mi minek jöttünk? Ugye a faszom, hogy minek. Kukó, minek csődítetted őket ide? Á, de ők nem mára voltak. Drága José Luis úr, már keményen dolgoznak jó ideje. Hoztam egy kis frissítőt. Ugyan, de hát nem kellett volna fáradni. Tojáshabos sütemény és egy kis muskotájus. Meglátja, jót fog tenni. Hiszen olyan bánatos képet vágom barátaival. És maga túl sovány. Köszönöm, maga egy angyal. Torrente úr, amíg felújítják a lakását, akkor maradhat, ameddig csak akar, a barátaival. Tudja, mióta Núria Németországba ment, ott dolgozik valami méhűtőgyárba. Rafi férjhez ment, hát igen, itt maradtunk. Kus legyen! Amparito unoka húgommal. Nézze, ott is van. Amparito. Na hát, Torrente. De rég láttam. Na és hogy van? De nem üdvözöltem, csak megállapítottam, hogy maga hogy van. Maga mit keres itt? Látja, Rémi néni olyan nagylelkű és kedves volt, felajánlotta otthonát a barátaimnak, amíg felújítják a lakásomat. A lakását? Aha. Én meg azt hittem, elvitte a bank. Mókás lányod az Amparito. Nem is tudtam, hogy új állása van. Véneket sétáltat. Hallja, mit beszél? Véneket? A vőlegényem, Torrente. A vőlegénye? Hát elég rozzan. Ő tiszteletet! Megtanultam, hogy ne a szenvedély vezéreljen. Megtanultam a férfiakat a belbecsért tisztelni. A vénembet álcája csupa belbecs. Talán nem tudja, Amparito, hogy mennyire hiányzott nekem. Nem hívott túl gyakran már bejáról. Mi ez a rémalak? Mikazito? Ne! Ne aggódj a hölgyem, tulajdonképp ártalmatlan. Csak akkor támad, ha ingerlik. Ül! Tiszta lökött a gyagyás. Ez a legrosszabb a megfigyelésben.
Az üres percek. Nem tudod, mivel üsd el. Nincs kedved megszívni? Azt akarja Torrent. Az ötykör szerint abban maga nagyon ügyes. Hát... Csak időtöltésnek. Persze, persze. Csak semmi buzulás. Nem, nem, soha. Csak semmi buzulás. Nézze, Torrente úr, mi felénk a faluban. Így fogjuk meg. És ha megragadtuk, mint a csirke fejét, megrántjuk a kupakot. És teker, 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 amíg ki nem pukkad. Képzelje. Fájdalmasnak tűnik. Nem, nem. Várja, csak mutatom. Nem, mit csinálsz, fiam? Várj csak. Ugyan, ugyan, ugyan. És a cipzár. Miféle cipzár? Igazi mester. Jobb tennél csak az agyi oxigén hiány jobb. Így, 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 így. Hulladásos szöveg. Aztán vigyázzunk, ha? Sokan ott maradtak már. Nézd, döcskös, itt egy tacskó. Jó, 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 jó. Ez az, most jó lesz, Torrente. Élvezd az utazást. Gyerünk, az itt tekerés, tekerés. Gyerünk, gyerünk. No, ez az őrlés. Ugye milyen csodás, Torrente? Ez csodás? Adok én neked csodát, te nyomorul! Torrente úr, ott! 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 De, de nem egyedül jön, egy kígyúrt vasassal van. Tök mindegy. Marad az eredeti terv. Indulás! ₹3500 felülés naponta. Egek! 3500? Te nem gyúrsz? Olyan ványat vagy. Mondja, van tüze? Van tűz... esetleg öngyújtó? Nyugalom, nyugalom, fiam! Hentuszin, végezd vele! Nyomás! Végezz a gorillával! Nyomás! Öld meg! Ez az bajnokom, ez az! Jaj! Ha nem, harap meg, harap meg! Kupo! Torrente, a karkötő? Tökéletes. Indulás. De a tárcája, a mobil, egy új 923-as. Gyerünk, indulás. Indulás, indulás. Indulás. A páncélterem kódját minden nap megváltoztatják. A kaszinó igazgató pénteken megkapja az új numerikus kódot, és betáplálja a számítógépébe, mármint odahaza. Nos igen, meg kell szereznünk a kulcsát, a rablás napján bejutunk a házba, és megtudjuk a kódot. Na és muszáj dugnom vele, hogy elvegyem a kulcsát. Mert neked nincs egyebet, hogy megszerezd a dolgokat, csak ha leveszed a bugyidat, de mindegy. Így is jó van. Elmulattatod, szólsz valami cuccot az italába, és ha kiüti magát, elveszed a kulcsot. Tessék, nagyon rafkósatok mag. De nem veszük el a kulcsot, mert gyanút fogna. Ehelyett vesztek egy mintát különleges gittel. A többi a mi dolgunk, hé, Torrente? A terv tökéletes. Nincs semmi hiba. Torrente úr, nem tudja, hol találja a házi asszony az aspirint. Aspirin? Tessék. Fejfájásra ez a jó. Konyak. Ezt nem értem, öntsem a fejemre. Egy faszt. Locsold meg jól a töködet, te barom. A bendődbe! Jó estét! Én vagyok az igazgató, esetleg segíthetek? Nem tudja, hogy kell beletenni ezt ebbe a szűkülésbe. Mármint a kulcsot? De igen. Ó, ilyen egyszerű. Látnivaló, milyen ügyes maga. Nem lenne kedve inni velem valamit? Úgy utálok egyedül inni. Ráadásul túl sokat iszom. Értem. Nézze, kisasszony, rengeteg a munkám, és szerintem tényleg elegeti volt, úgyhogy ha megbocsát. De... sült bolond az űrge. Hát... Csigavér, Torrente. Félek, ennél a fickónál más fegyvert kell bevetni. Van megoldás. A barátnőm Cello. Cello, ha nagyobb a fegyvere a tiédnél, akkor az már biztos a mozsárágyú. Jó estét! Hello! Segíthetek valamiben? Ellenáll nekem az ajtó, lenne olyan kedves?
segíteni? Ennek az ajtónak magától kéne kinyílni egy ilyen gyönyörűség előtt. Megengedi? Kösz. Meg is van. Ha még bármire szüksége van, itt vagyok. Mindenben állok a rendelkezésére. Mindenben? Akkor gyere gyorsan, te csődör! Mert látjuk, te is ellenállsz, mint az ajtó. Végre, itt vannak. Az életet mi? Micsoda fes férfi? Kitűnő a kilátás. Még magam is ráizgulok. Ha már itt vagyunk, kihasználhatnánk a felkelést. Esetleg leverhetnéd, mi? Totál elmebajos fasz vagy. Jól van. Érzem, ahogy lassan megtelik vérrel. Igen, már kezdtek szédülni. Mit csinálsz? Add a kezed, ide, megmutatom, hogy kell. Kusztustalan disznó, te nem vagy én. Vedd le azt a szart a fejedről, nézd már meg, mindjárt végeznek. Le. Csodálatos asszonyom, teljesen kiütötte a fickót. Kisasszony. Nem mindegy, magával kefélni dupla élvezet lehet. Előbb mikor csinálja, aztán mikor arrébb hengeredik. Te kőbunkó! Na jó, megvan a lenyomat, megszereztük. Tűnjünk innen, mielőtt felébred a fickó. Hallja, Torrente, ha már kifizettük a lakosztályt, ha akarja magának is adhatok egy kis repettát. Asszonyom, mégis kinek néz engem? Paki, szólj kukkolnak. Egy kicsit később jövök. Maradnom kell, el kell tüntetnem a nyomokat. Undorító, hogy zűlik minden? Micsoda ország? Ne káráljon, Torrente, a legutóbbi választáson a maga pártja győzött. Az enyém? Ugyanaz Pepitában, mint a másik. Minden kormány tele van szarkákkal és keselyükkel. Hiha, ez a bomba hír, Torrente. Ne mondja, maga is elégedetlen, mint a civilek. Egy pillanat, fia, váljunk meg. Egy dolog, hogy ezek a szemetek még a szemünket is kilopnák, de arról szó sincs, hogy ahhoz a söpredékhez húznék. A Facebookozók. Itt kemény kézre van szükség. Maga Torrente úr a polgári ellenállás helyett inkább puccsot szervezne. Csávó, ne add ezt a számba, ne add a számba. Megjöttünk. Mehetünk. A karate ruha kiment a divatból. Juan Vicente, fogd a cuccot és megdolgozni. Itt is vagyunk. Na, Torrente, már azt hittem nem jön. Kész vannak a kulcsok. Csodálatos kabanyasz. Jöjjön az irodámba. Szép gyárat rittyentettél ide. Még nem látott minden. Ugye aranyosak, Torrente? A világon ötödikek vagyunk a gyerekmunkaterén. És még mondják, hogy nincs haladás. Hihetetlen. Ráadásul, ahogy látom, a legtöbb gyerek spanyol. Ahogy lennie kell. Jól van, kicsikén? Gyarapodik az ország, he? Milyen csinos. Ácsi! Ne nyugáljon, Torrente, pár gyerek nincs beoltva. Kislány, ez veszélyes lehet. Jól van, gyerekek! Aki megvar 20 párat délutánig, az ma este kap kegyeret. Nagy lelkűen bánsz az élő erővel. És boldogok? Na jó, jöjjön csak, Torrente. Jövök. Itt vannak a kulcsok. Igen. De mondanom kell valamit. Na és mit? Mintha zsíros lenne a minta. A gitten volt valami fehér. Ondónak tűnik. Miket beszélsz, kabanyász? Nem, az nem lehet. De komolyan mondom, Torrente. Ezt a marhaságot. Itt vannak a kulcsok. Hisz ez tökéletes. Csodálatos vagy, kabanyász. Tudom, Torrente, valami nagy dobásra készül. Nekem is ott lenne a helyem, Torrente. Hogyan, kabanyász? Hiszen folyton csak útban lennél. De én alkalmasabb vagyok bármelyik emberénél. De hát testi fogyatékos vagy. Vagy csak nem fejlődtél ki? Tök nyomorék. Mit akar? Bizonyítson be! De, hogy ebben nyugalom, kabanyász. A magassal? A mellészájúval? Na, ezzel a csökkötted? Na jó. Na, gyere, nagy fiú! Ebből elég volt. Kabanyász! Kabanyász, figyelj csak, majd holnap is benézünk. Kifizetem a kulcsokat. Az utca, amit mond, közel van ide. Gázpalackos, gázszakértő, mekkora marha vagy? Ugyan, Torrente, maga se tudta elolvasni az írását. Szerencsére ismerem az alkalmas jelöltet. Mindenhová bejut. És igazságtalanul rúgták ki a testületből. Akárcsak engem. Nem, ez nem lehet, Torrente! Szonszolész? Te nem vagy a börtönben! Bírói tévedés. És a férjed itt van? Nincs itthon, mondom, hogy nincs Matrádó! Itthon! Na, hogy vagy? Te főtt fejhúst eszel? Tudjátok, hogy főzi ez a nő a fejhúst? Nagyon finom! Hová mész? Főtt fejhúst, az egy pillanat, hova mentek?
Nálad jobban senki sem ért a bűnözésed, Quadrado. Erőszak, támadás, és persze betörés. Te vagy az emberünk. Már mondtam, hogy nem, Torrente. Tudod, most már nyugodtan élek. Méltóság teljesen. Na jó, nem olyan méltóság teljesen. Van egy remek állandó állásom. Biztonsági őr, szórakozó helyeken takarít, és te, Torrente, nagyon rossz hatással voltál rá. Ramiro gyarló ember, gyenge. És te mindig rosszba vitted, és mindig félrelépett. Ja, ja, persze, és fegyverrel kényszerítettem, ne üljünk Komolyan már. Komolyan mondom, kedvem éppen lenne hozzá, Torrente, de... Azt ne, most nem fogod csőbe húzni. Komolyan, Quadrado. Nagy dobás lesz. Kivakarnálok a mocsomból. Végre szarvánál fogva fognánk a bikát. De nem is ez itt a lényeg. Nem leszünk a rendszer rabszolgái. És végre férfi mód élhetünk. Na mindegy, majd eldöntöd. Induljunk, gyerekek. Gyerekek? Még nem szolgálták fel a süti, Torrente. Hiszen csak van süti, ugye, asszonyom? Na de... The keys and the magnetic bracelet. Congratulations, Torrente, you did it. Of nothing, Marshal. I'm glad I was wrong about you. I thought this guy was fucking a shirt, maybe not too bad after all. I'm very bad. Fel a fejjel, Marshal. Tölts nyugodtan, ne légy mucink. Nem vagyunk szegények. do you mind I speak English? Angolul, kapizsgálom. Perfect. I worked in Vegas for 10 years. I'm under the anchor mindset. They contact me by doing the security for the casino. I come here. I work for 3 years and still I have panic pay more than half money they owe me. These cocksucking motherfucking sumbacks. Everything in Spain is paid terrible. Before I was in Vegas, I was in Maurice, Vietnam. Vietnam? Charlie! Yeah, I said when I was 17. I've been everywhere since then. Az öböl háború. I've seen things. Ugly things. Oh, ahogy én. Working for the legendary Africa Corps. El Cabo Palomeque. Look at here. Huh? It's impressive. You got one saving shield, be careful. Én nagyon-nagyon bátor, tökös legény. A lába ott... Ott Vietnamban kaput? Ha? Come with me. Ha. We leave nothing for the improvisatio. Only a töködre, Marshal. Only a tökömre. Nem semmi ez a Marshal. Valami nagy arc. Bassza meg, micsoda füst. Rendesen betéptetek. Jó a fű, elterette. Lököttek. Nem tudtatok már? Türelmetlen az ifjúság. Szeretne meggazdagodni? Netán milliókat gyűjteni? Akar boldogan és gondoktól mentesen élni? Akkor rabolja ki Eurovegast! Apa? Rablás lesz. Na és mennyi? 2 milliárd pezeta, apa. Velem jön Kukó, az unokabátyja, 2 vidám fickó. Ez első osztályú csapat lesz. Még amerikai titkárunk is van. Talán nem illik a jó erkölcshöz, amire tanítottál, a jogvédelméhez és a bűn üldözéséhez, de ez marha sok pénz. A pénz az erkölcs eltűnéséhez vezet. Kevesen mentek ettől. Elöntött a forróság, apa. Valóban, igen meleg van itt. Tönkrement a légkondicionáló, és Chicagóból kellett hozni egy másikat. A barátod vagyok, Torrente. Bízom benned. Te vagy a legjobb, Torrente. Torrente! 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 Torrente!
Ébresztő! A barátaim már itt vannak, és csak magát várják. Munkaértekezlet lesz. Köszönöm, Rémi. Kicsit elmerengtem. Szóval. Akkor most átnézzük még egyszer a műveletet. Pontról pontra, hogy lássuk, minden világos-e. Mi van ott? Jó. Marshall segít nekünk a főhadiszállás kameráival, vagyis otthonról. Eközben informatikai szakértőink folyamatosan mellette lesznek, hogy ellenőrizzék, hogy nincs semmi gond. Jut eszembe. Ott kéne lennetek, nem? Nekem Ricardito azt mondta, hogy itt meg kell várnunk, amíg meghozzák a reggelit. Halljam csak, nagy bajusz. Mégis ki parancsol? Ez a félnótás itt? Vagy én? Nem. Hogy nem? Reggeli nélkül nem lehet. A jó kurva anyátokat! Gyerünk mindenki munkára! Indítsatok! Na jó, elnézést, de mégiscsak első a hierarchia. Vasfegyelmet kell tartanunk, különben nem megy! Világos? Ha, jó, hol tartottam? De Torrente úr, a gyerekek azt mondták az imént, hogy elküldte őket, de reggeli nélkül. Na jó, most már tele van a bendő, meg volt a habos kakaó, meg a kalács. Már indulhat a küldetés. Tudjátok, holnap fogunk lecsapni. A bajnokság döntőjével egy időben. Milyen bajnokság? Ugyan már, asszony, csiki, ugyan már. Csiki, a foci bajnokság. Ezt tudod, Katalónia, Argentína, ezt mindenki tudja. Na jó, négy csapatra fogunk oszlani. Mindenki külön küldetéssel. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Méghozzá rádión. És a rablást angolul intézzük majd? Spanyolországban spanyolul. Persze a parancsokat, az utasításokat rádión én adom majd. Marshall talán kicsit felügyel, és tanácsot ad. Az első csapatban én leszek, Kukó, az arája és Quadrado. A műveletet a kaszinószálloda 141-es szobájából irányítjuk. Csiki és Quadrado már előbb lefoglalják a szobát. A 141-es szoba a kaszinó számítógép terme felett van. Onnan irányítják az összes biztonsági kamerát. Pontos számítások elvégzése után, melyen Quadradót, betörési szakértőnket bízzuk meg, lyukakat fúrunk a padlóba. Ezekben robbanó töltetet helyezünk. És így nyílást robbantunk a megfelelő helyre. A tölteteket a megfelelő pillanatban robbantjuk fel. Ezen közben délután 3 óra tájt érkezik a második csapat, melyet alkalmasint Kukó meg én vezetünk. Az egyik csatorna fedélhez megyünk, több száz méterre a kaszinótól. Elnézést, elvihetem a fivéremet, mert olyan antiszociális, odahaza egyedül gond lenne vele. Ha ezt így folytatjuk tovább, félek, a végén még ideges leszek. Folytatnám. A második csapat leereszkedik a csatornába. Villanyvezetékek meg más bizbaszok között eljutnak egy bizonyos stratégiai ponthoz, ahol a csatornafala a legvékonyabb. Mivel nagy mennyiségű robbanószert visznek magukkal, a csomagot óvatosan és megfelelően kell szállítani. Egyébként szólt a Marshallnak, hogy mi szívesen beszerezzük azt a kibaszott robbanószert. Nem kéne fellégedni a hidakat, ugye? Netán valaki be tudná szerezni? Hát én. A végén még hasznos lesz, Héláró barátom. Felhívok valakit. Kit akarsz felhívni? A 11-8-11-et. A központi tudakozót. Ott mindig mindent megmondanak. Így intéztük Ricardito első áldozását. Félnótások is áldozhattak. Halló, jó napot! A barátaimmal ki fogunk rabolni egy kaszinót. Robbanó szerre van szükség. Azonnal tedd azt a telefont! Mit akarsz? Az újságban nem hirdeted meg? Visszahívom. Nyugalom. Köszönöm, Jesusin. A harmadik csapat pedig nem más, mint Antonito. Elképesztő. Ügyes volt Antonito. A kaszinó az egyik bárba óriási képernyőt szerelt. Ott vetítik a VB döntőt. Kora délutántól kötkürtöket és vuvuzellákat fog osztogatni a nézők között. Mi a kány az a vuvuzella, Torrente? Manolito, hol jártál, mikor Spanyolország VB-t nyert? Egy baromi hangos duda! Spanyolország VB-t nyert? Ha? Mindegy. Mikor készen állunk, beszólok Antonitónak, aki aktiválja a kötkürtjét. A tömegpszichózis jól ismert jelenségét követve az összes néző belefúj kürtjébe, és ezt a pillanatot használjuk ki, hogy felrobbantsuk a szoba padlóját. A számítógépterem felett nyílást ütünk. Tudtok követni? Remek.
Quadrado segít Csikinek beöltözni a bérbe, és aztán lassan leereszti. Mivel törpe, minden nyílásba belefér. Egyébként sem nagy magasság, csak 6-7 méter. Nem értem. Ugye valami veszélyes dologra készülnek a mindenit? Remélj. Marad még abból a szalonnából, amit a konyhában sütött? Sütök még. Köszönöm. Csikin kamerás szemüveg lesz, így Marshall mindent lát a házából. Majd ő megmondja, melyik kábeleket kell kikötni, és melyeket összekötni, hogy hozzáférjen a biztonsági kamerához. Excellent. Marha jó? Jói, nem tudtam, hogy nagy gyűlés van. Elnézést, de Slózira kell mennem. El is ment? Ha elmegy, onnál jobb? Igen, de, Marito, de. Nem utáskodjon folyton. Nem látja, hogy én vagyok álmai hercege. Miket beszél Torrente? Maga szégyentelen frát. Nem, már nem vagyok az. Nagyon megváltoztam. Benőtt a fejem lágya. Különben hamarosan nagyon sok pénzem lesz. Királynőt csinálok magából. Maga aztán tudja, hogy kell meghódítani. Lesz pénzem. Rengeteg pénz. Tulajdonképpen romantikus. A földre. Elrit látsz öveket. Amíg csináljuk, rám fog gondolni? Ha nem nagyon harap, biztosan a palító. Csak szép dolgokra gondol. Gyorsan. Így. Szöntendezés nélkül nincs szopány. Jaj, de kellemes. Ez az. Ámbarító, ez a maga bugyia? Nem, a néni kémé. Jön a túrogombóc, jön a túrogombóc! Túrogombóc? Igen, a tejfröccs. Mehet befelé. Lenne, hogy azt hitt, hogy nélkülem is ment. Na jó, megjöttem. Hol is tartottunk? A betörésnél. Köszönöm, Herardo. Henaro uram. Jó, mindegy, ahogy akarod. Hol tartottunk? Kukóval behatolunk a gazdasági részlegbe, a karkötő segítségével, amit elvettünk a biztonsági őrtől. Nyugodtan mehetünk, mert Marshall felveszi az üres folyosókat, és aztán azt a képet közvetíti, hogy megtévessze a biztonsági őröket. Így szabadon mozoghatunk a folyosókon, amíg megjön a felvonó, ami levisz a páncélterembe. Amíg a felvonóhoz megyünk Kukóval, elintézzük a biztonsági őröket, akikkel útközben találkozunk. Na és hogy intézzük el őket? Ugyan már, Kukó. El sem hiszem, hogy tényleg megkérdezted. Mikor velem voltál Marbellán? A közelharc mestere vagyok. Test ellenében. Nagy hírem van az európai ringekben. De azért viszünk egy fegyvert, altató puskát minden esetre. Felvonóban már gázállatban lépünk be. Előre dobunk egy altatógázos füstgránátot, és kiiktatjuk az utolsó lépvonalat. Bazd meg! Nyilván érdekelt titeket, mi történik, ha Kukóval eljutottunk oda, a páncélterem ajtajába. Remek, eljött a pillanat, amikor Hesusin szírelép. Az igazgató kulcsmásolatával bejutsz a házába. Egyszer behatoltál, megkeresed a dolgozószobát, és ott egy különleges készülékkel meghekkeled az igazgató gépét. A célod az lesz, hogy megfejtsd a kódot. A szalonna. Szerintem így nagyon bonyolult lesz megszerezni a kódot. Hú, szűzanyám. Ha sikerül megszerezni a kódot, Hesusin elmondja nekünk a számkombinációt, mellyel kinyithatjuk a páncéltermet. Ha
Amint befakoltuk a pénzt a táskába, szólunk a tűzszerészeknek, hogy robbantsák fel a tölteteket, és üssenek részt a csatorna folyosójára. A sok robbantás nem tetszik nekem, igen. Nagyon veszélyes. Remény, nem kellene most porszívóznia, vagy valami hasonlót, amit az idős hölgyek szoktak csinálni? Nem. És miért nem hoz valamit enni? Ezek a keselyük szétkapkodták a szalonnát, és egyesek nem kaptak semmit. Jól van, azt hozok. Sietek. Jó. A robbanás ütötte résen, leereszkedünk a csatornába. És tiszta erőből futunk, amíg eljutunk a leparkolt kis furgonhoz. Felmászunk és eltűnünk, mielőtt a rendőrség értesülne a rablásról. Ha csak az egyikünk is hibázik, az egész terv rögtön füstbe megy. Értetétek? Miért mindig rám néz, ha ezt mondja? Mégis kit nézzek, a fivéred? Ideges leszek tőle. Varanyképe van. A találkozási pont a rablás végén Marshall háza. Amint megérkezünk, 11 majdnem egyenlő részre osztjuk a pénzt. De én több pénzt akarok. 6000 pesettával tartozol viszkiben, és a kamatokkal ennyi jár nekem. Jó, a követelést feljegyeztük, majd meglátjuk. Most figyeljetek! Amint a zsákmányt elosztottuk, akkor viszlát. Több hétig nem találkozhatunk, és nem is beszélhetünk, nehogy gyanút keltsünk. Mindenki szabadon rendelkezik a része felől, de senkinek sem szabad sejtenie, hogy hirtelen meggazdagodtunk. Egy kis szepertő szendvics, kedves Torette. Nos, erre nem tudok nemet mondani. Remélem, nekem is jut egy. Várjad! Köszönöm. Köszönöm. Egyetlen egyet. D-nap. Megvan? D-nap a támadás. We are ready to start phase one. Tessék, uram, a 141-es már foglalt. Sajnálom, de az önök által lefoglalt lakosztály nem a 141-es, hanem a 114-es. Jó, lehet, hogy félrenyúltam, de akkor is a 141-es kell. Jó, kisasszony, de a 141-es már foglalt. Hát akkor foglalják vissza, menjenek ők oda. Leszarom, hallod? Nem érted, hogy az a szoba van a számítógépterem felett? Drágám, nincs semmi baj, kedvesem. Nekünk a másik is jó. Szeretik a botrányt? Nem, dehogy. Nem. Szégyentelen egy fráter maga, a maga korában, egy ilyen fiatal lányjal, egy férfi, aki az apja lehetne. Még hogy az apja, nagyapja. Barátok vagyunk. Ó, barátok. Szégyentelen, perverz állat, kiskorúak megrontója, pedofil disznó, csula. Átkozott vén törpe. Nézze, úgy vélem, ideje hívni a biztonsági őrt. Alonso úr. Mégis el tudna menni szombaton. Hisz ez remek. Az már csak magától függ, hogy remek vagy sem. De jó kedvemben találtak. Itt van a kulcsa. Torrente, van egy apró bökkenő. Nem kaptuk meg a szobát. What's next? You fucking moron! Torrente! Csigavérmarsal. Tudtam, ha jól akarjuk intézni, nekem kell intéznem. Először is el kell küldenem Kukót, hogy nézze meg a robbanószereket. De nincs semmi baj. Ne féljen, tökéletesen bízom benne. Óvatosan, ha? Óvatosan szedjétek le! Milliméter pontosan kell, ha? Attól is elrobban, ha ránézek. Nyugalom, ember! Lassan eresd meg a gyerek! Torrente, you are screwing up for good sake! Ez itt nevetséges! Le kell fújni a küldetést! Törölve, Torrente! Ne aggódjon! Semmi baj, de mostantól a magunk módján intézzük a dolgokat. Pontosan emiatt kezdtem el aggódni. Relax! Én mondom, hogy relax! Simán gördül a terv. Akárcsak maga. Még egy hiba, és lefújjam a küldetést. Értetted? Értettem. A szoba kérdését egyébként már majdnem megoldottuk. Biztosítom, hogy ettől a pillanattól egyetlen hiba sem lesz. Megoldjuk! Hogy is van ez? Így fordítom. Hát,
katalán csapat gyakorlatlan érdemei miatt klasszifikálták, és eljutott a VB döntőig, de nyilvánvaló, hogy a mi dolgunk itt nyerni és győzni. Mit mond Katalónia edzője, Tomás Ronquero? Jó estét kívánok! Jó estét, José! Mindenki tudja, hogy Jorge D'Alessandro igazán nagyszerű edző, de azt hiszem, ezt a döntőt megemlegeti. Tettekkel és nem szavakkal küzdünk. Tudom, hogy Katalónia azért szerződtetett, hogy beírja magát a sporttörténetbe, és az így is lesz. Anyjuk, hamarosan kezdődik a döntő. És ha anyád nem akar jönni, hát maradjon. Nekem tök mindegy. Hallod, ne légy már ilyen, csak most jöttél ki a Slóziról. Gyere már, még ma indulnánk. Folyton sietetnek. Ilyen nincs. És ráadásul Argentína. Ez provokál már engem. Köszönöm. Te vársz valakit. Én? Ki az? Szobaszerviz, uram. Nem kértünk semmit, nem. A ház vendégei. Értem, az más. Torrente, már is kezdem osztani a dudákat. Szerintem is ilyen. Vegyenek, vegyel bátran. Dudát tessék, jó magának nem kell duda. Nem akar? Nem, köszönöm. Mindjárt leitalok. Hogy felejtetted el a csavarbehajtót? Ember, a kalapálás még elmegy, de ha izegnek mozognak, semmit nem látok a meccsből. Torrente, ez végig itt fog hisztízni nekünk? Jó ember, mit mondtam az előbb? Pofa be vagy hozom a szájpecket! Azért ilyen izeges, mert nyerésre állunk az első fél időben. Ne kóstolgasson! Manolo, ne kóstolgass, nem látod, mi van a kezében? Szeretsz kóstolgatni, aztán semmi. De hát nincs is csapatuk. Csak Buzik gyülekezete, Gambia a segédedző, Dani Gyűjsza a kapitány. Mit akarnak ezzel? Elég volt. Ebből elég volt. Zacskót a szájba. Gyerünk! Mit akar? Gyerünk, Koko! Vigyük a fickót! Ne, a mosdó! Irány a mosdó! Vegye le a zacskót! Maga is! Maga is, asszonyom! Mit akar? Legalább egy rádiót adjon be! Maga mellem rángatja! Asszonyom, nem tehetek róla, nem szándékos! Padrádó! Fogd a nagymamát! Gyerünk! Most ráboztam. Ez az utolsó. Kész vagyok, Torrente? Nagyon jó. Én is kész vagyok. Készen állsz? Igen, én felkészültem. Kezdődjön a buli. Vagbarom! Én csak lelkesítem a csapatomat! Lelkesítem! Kérem, uram, Zaj 2, ez közel nem maradt az a terem. De én csak a csapatomat lelkesítem! Kérem, jöjjön velünk! Csapatomat drukkolok! Úgy bizony! Jöjjön már! Antonyito! Most mi lesz, Torrente? Mi lesz? Nyugalom, Marshall! Majd kitalálunk valamit. Jó, de mit találjunk ki? Torrente, nézze a játékot, az argentinok támadnak. Nézze csak, hogy mennek, mint a veszett fene. A kis Pastore, nézd! A kis Pastore! Gól! Szűz, anyám! Ezzel kellene foglalkoznom. Meghallották a robbantást, Torrente? Iszonyú hangos volt. Tudtam, hogy ebből baj lesz. Nyugalom! Elintézem. Hello! Bocsánat, itt van a férjem? Nem, most dolga van. Ott az ételhordót a zöldséglevessel, magas a koleszterin szintje és a... Mit jelentsen ez? Ez volt a nagy terv, a Ringyóval ketten együtt! Ez remek nagy terv! Egyem, mit vélem, hogy te nem fogdolsz, halott? Ne nyugálj! Mondom! Engedj el! Engedj el! Az a kezem! Az a kezem! Engedjen el! Engedj el! Ujjaj nekem! Szentélyik! Ez nem vicces. Most megölted! Dehogy öltem meg, keményebb a feje a sziklánál. Annál rosszabb, ha magához tér. Hát az biztos, azt tudom. És most mi a fasz csináljuk? Szóval most mi legyen?
Ez képzből van. A frászt hozta rám ez a rohadt kutya. Ígértek, ez a csomó atom biztos? Remek, ezek szerint nem hoztunk eredet. Sem állvány, sem motort, nincs semmi. Nyugodj meg, Torrente, már lement a pulzusom. Gyerünk, Csiki, most minden rajtad áll. Hát, éppen ettől tartok. Hallgass! Nem hagylak cserben. Bízom benned, Quadrado. Menjünk. Csiki, kapaszkodj erősen. Gyerünk, indulás! Azt hittem, biztonsági őrnek öltözik, Torrente. Ugyan, fiam, én adok magamra. Inkognitóban megyek. Lassan! Lassan! Lassabban! Hé! Hé! Óvatosan és földet. Watch out, be extremely careful. Elnézést. A kábel, Marshall, elnézést. Lássuk csak. Vedd elő a készüléket. Jól van. És mire jó ez a bigyó? Ez egy splitter. Egy split oda? Te pontot köt össze. Bassza meg, minek jöttem betépve a rohadt életbe? Köst össze. RJ 45. Én ebből egy lófasra értek. 1-0-2-5-3-D. Nekem csak színeket mondj, ne szórakozz velem. A vörös kábel a sárgával. Ez megvan, összekötve. Kamerák összekötve. Marshall, készen állunk. Amikor óhajtja. Üres folyosó, álcázás indul. Mehettek, Torrente! Menjünk! Gyerünk, Ramiro! Gyerünk! Tiszta a levegő, Torrente! Átirányítottam a képet az üres folyosóról a megfigyelőterembe. Igen, és még mi vagyunk a fantaszták. Ha megmondjuk nekik, amit tudunk, csak röhögnek rajtunk. Ocsmány egy banda gonoszok, mint a teve, aminek a fülén egy daganat nőtt. Most nézd meg, futnak, mint a veszett fene. Miért el megy rohanni? Menjetek tovább. Szabad a pálya. Jól haladunk, Marshall. Óvatosan, vigyázat. A folyosón jobb oldalt áll egy győr. Lőhetek én le? Lőhetek törött? Hogy a fenébe lőhetnéd le? Ne szórakozz már. Most, Torrente. Még két őrt látok a felvonónál, a páncélterem előtt. Világos. Hadd lőjek én, Torrente, nem meg ő célzom. Francokat, biztos a mellé lőnél. De hogy a céllövöldében mindig jó. Ez nem vásári lőről, de az évszázad rablása. Torrente, csinálj, én nem nézem. Hé, nincs semmi baj. Én minden drogra immunis vagyok. Jobb szeretem a nappali műszakot, este olyan unalmas. Kukó! Kukó! Bakker! Elbasztod a küldetést! Háromszor, Torrente, háromszor kellett érzésteleníteni, mikor aranyérrel bűtöttek. Háromszor, Torrente, nekem meg se kotya. Nem hallag a nyomorult. Ez biztosan buzi. Csávó! Mi lesz, ébredj? Nem te akartál lőni? Tessék, itt a lehetőség. Van itt egy, aki pont neked való. Csiki, óvatosabban biztonságban vagy! What happened? A fele!
Siessen beléd! Siessen, valami zavarja az adást. A fenébe tényleg hihetetlen, Gregorio. 70 évesen is dolgozol. Tényleg. Ez hihetetlen, hogy a nyugdíjkorhatárt 72 évre emelték, de tudod, mi a legrosszabb? Mi? Közben neked kell magyarázkodnod, de itt senki sem érdekel. Undorító van, de komolyan. Csupa jáva nyúl ül mindenhol. Most már ideje lenne kitakarítani az országot, mint egy sheriff a vadnyugatot. Valakinek helyre kell állítani a kapcsolást. Maga nem tudja? Antonito? Azonnal gyere fel a 141-es szobába! Nem tudok, fontos dolgom van! Antonito, bazd meg, ez élethalál kérdése! De most van esélye megütni a jackpotot! Hagyjál! Hát ez kemény fiú, ugye Torrente? Menjünk! Marcial úr, Marcial úr! Itt nem látok nagyon jól. Vétel, vétel! Mit akarsz, Jesusin? What's the matter? I don't know where I'm hiding. Semmit se látok a kamerán. Kapott egy kis ütést az előbb. Biztos tönkrement. Akkor képekre lesz szükségem a mobiltelefonodról. Oké, okay. Egy pillanat. Nézzed csak! Bluetooth funkció, kamera is send. Elég legyen ebből, most nem aludhatsz el, tönkre megy a terv! Nincs nálad valami, amivel felpörgeted magadat? De igen, Torrente, mindig van valami. De ezt már nem szívom, inkább lenyalom. És ez rúdban van? És ez beválik? Megá, beindítja a motor, Torrente! Remek, hol van a gázállarc? Ezben mi a faszom? Hát, hát ugye késő volt, már bezártak a boltok. El sem hinni, milyen hatásos. Meglátja, hogy beválik. Menjünk. Fú, a gránátot. Torrente, ez a tenyere bezakadt? Igen, mondom, sokszor eszembe jutott már. Többször eszembe jutott. Nehogy már. Fiatal koromban, nem most, fiatal koromban. Nekem nem volt hozzá kedvem. Dehogy. Neked? Ó, dehogy is, nem. De igen. Ne? Igen. Mondom, hogy nem. Na és korábban. Ne hülyű. Igen. Egy nagy frászt. Na és a faluban? Sem faluban, sem máshol. Megizlelted? Nagy büdös faszt. Hé, ki van ott? Ebben én nem akartalak megütni! Hát az a kis kis horzsolás ugyan! Mi a büdös picsát akartok? Soha egy mélyeket szabottok! Akkor azonnal tettem ezt a kurva gránátot! Nem tudod, mi volt a legutóbb? Nem tudod, mi volt? Az a legjobb, ha nem tudod. Leállították az építkezés második ütemét. Vigy már ide ezt a kurva frizsgállal! Ez a tiéd! Tegyük! Azt jön a pihenő! Nyugalom, Csiki! Vagy én megmentelek! Mehetünk. Jesusin, jöhet a kód! Marshall! Basszus, mi a feneed? Kezdődik a visszaszámlálás. Egy percetek van. Jesusin, a kódot! Csak egy perc, csak egy perc! Hogy egy perc? Nincs egy percünk! Lássuk csak! Lássuk! Egy pillanat, Torrente úr! Csak egy pillanat! Jesusin! Jesusin! A fene essen beléd! Nem látom a számokat! Nem azt mondta a bátyó, hogy bent van? Néha összezavarodik. Érkeznek a számocskák, bogyorásznak! Baszd meg a kurva anyád! Elég! Én nyomás alatt nem tudok dolgozni! Jöjjön ide és csinálja maga ez az egész kész tortúra, mióta itt vagyok! Oh. Gyerünk, bátyó! Mi lesz már? Megvan! 4, 6, 5... 0, 7, 1, 4, 2, 2, hiányzik egy szám. Mi a fene történik? Miért nem jön ez a rohadt szám? Hiányzik még egy szám. Nem tudom, szerintem lefagyott. Biztosan lefagyott egy pillanat. Gyerünk, Jesusin. Most rábasztunk. Nem állnak meg, Torrente úr. Mondd az utolsót, vadbarom. Na, most már megvan. 2, Torrente úr. 2, 2, 2. A riasztó. Gyerünk, Torrente.
Mi a felét csinálsz oda fenn? Elég legyen! Hagyj békén! Ne emelkedj, Marika, ne! A fenébe! A felelsebb belé! Fogok esni! Add még egyszer! Tényleg, hányig erre van? A felelsebb belé! A felelsebb belé! A fene belé! És képzeld, a kormány azt még hiszi, azt hiszi, hogy megint rájuk hiszi. Szavazunk, mert levitték az áfát 42%-ra. De hülyeskedj, ugyan már? Látom a szűzanyát! Látom a szűzanyát! Éljen a pezeta! Éljen a pezeta! Boldogság! 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 Te megőrültél, fiacskám? Leszórd a pezetát! Így mutatóban sem marad a táskákat! Mi volt Katalóniában? Tudtuk, hogy elhúzzák a csipot. Katalónia, és most Baszkföld is ugyanazt akarja. Komolyan. Ha ők is húznak, akkor kimarad. Ki lesz a következő? Ja, igen, minden falu függetlenséget akar. Persze, azt hiszik persze, a tolmadak. Hol lesznek? Antonyito! Itt minden rendben van. Na és Siki? Feléleztem. Szájon át lélegeztetem, hogy feltámasszam. Where the fuck did you find this clown? You've got to be joking. Antonyito. Hánynom kell, bassz meg, menj innen! Nézd, Torrente, műalkotások is vannak. Nagy művészeti alkotások. Mint a Vegasi kaszinókban. Ez mi? Ez meg mi? Bakker. Hárvad élet. Hát ez marra jó. Szűzanyám. És még a békazabálók butogatják a vacak monalizájukat. Ez ám a művészet. Ez igazán megindító, Torrente. És tudja, ez a skandál szindróma. Skandál? Nem csodálom. Pirosan narancsal, narancs a barnával, barna a zölddel, kék a kékkel, a fehér, fekete, narancs, kész. Jó, kész az összes kapcsolás. Igen, itt minden rendben. Hogy haladsz odát? Ez itt kész van? Készen van. Már robbantottak. Húzzunk! Ott vannak! Mindenki behatolt! Mindenki! Bejutottak! Mindenki! Jönnek már! Jönnek! Egy kicsit túlzásba estél, nem? Na de hol van Hennaro? Hennaro? Hát ott van! Na jó, meg itt. Meg ott is van. Szentég. Akarsz mondani neki valamit? Dobd már el azt a fület. Se baj, több jut nekünk. Ez nem megy. Jaj, ez nem fog menni. Jaj, ez nem megy. Torrente! Torrente! I can't fucking believe this is happening to me. Indulás, Ricardito, felfelé! Tehát ott hagytuk a feleségedet! Hála Istennek! Nyomás! Indulás! De Torrente, meg kell várni a többieket, nem? Ne búzískodj folyton, kukó! Hamarosan hemzsegni fognak a zsaruk! Nem tehetjük kockára a zsákmányt! És az arhám? Hagyj békén azzal a törpével! Később találkozol vele! Ebben is igaza van, Torrente! Ha idejön és látja, hogy nem vagyunk itt, akkor egyenesen a maslakóházához megy! Akkor mégsem találkoztok. Kicsit változott a terv. Rémi lakására megyünk. Osztozunk a pénzen. És mindörökre eltűnünk. Úgy bizony. Akkor szólnom kell az arámnak és Jesusin bátyónak. Egy perc kimehet, holnap után bejöhet. El kell osztani a zsákmányt. Meg kell várni a többieket, Torrente. Mi a fasz tugatsz, kokó? Aki elsőnek jön, annak jut a legjobb falat. Hogy mincs, Torrente? Minden rendben? Csodálatos. Fantasztik, Mr. Marshall. Itt találkoztunk, ugye? Nem, Torrente.
Abban maradtunk, hogy a találkozó helyen várjuk egymást, a találkozó ponton, ott nálam. De szerencsére te nagyon hasonlítasz rám, fiam. Becsvágyó vagy. Nyomorult, örök áruló. Csak... te hülye is vagy. Hallod? Hallod? Te, a tag nincs tolószékben? A háborúban azt mondták, senki sem mutassa a gyengeségeit az ellenségnek. Szerintem igen? Mutasd a gyenge oldalat. A bökkenő az, hogy nekem nincs. Éppen ezért ki kellett találnom. Marshall, ez valami tévedés. Meg tudnám beszélni. Relax, Torrente, nincs semmi baj. Az előéleteddel és a nyomokkal, amit hagytál magad után, tárt karokkal várnak vissza a börtönbe. Én a magam részéről tiszta kézzel távozom. És a pénzzel. So long, Torrente. And don't try to follow us. Nem csak a pénzt viszik el, nézze, elhurcolják, fuck it! Néked beszélsz, te félnótás. Engem senki sem hurcol, én húzok innen a retekbe. Ha egyszer választhatok, csak nem hiszed, hogy az ocsmányok és az ostobák mellett maradok, ti faszok. Csúnyák lennénk? Come on, baby. A kurva anyját! Ellopták a pénzem! Elvitték a pénzemet! Torrente, Torrente, hiszen fegyvereik vannak! A Moraleja reptérre mennek. Hallottam nemrég. Egy gép árja őket, elhagyják az országot! Meg kell akadályozni! Torrente, nagy bajusz mobiliát Marshall zsebébe tettem. Tudjuk követni. Megtaláljuk. Induljunk. Az enyém van! Irány a furgon! Gyerünk! Na, mi újság, Torrente úr? Megvan a pénz, vagy nincs? Csillagnyilag nincs. De legalább van egy baromi jó verdánk. A repülőtérre. Manolito, ti maradjatok. Várjátok meg a többieket. Gyertek utánunk a furgonnal! Holnapra fogunk odaérni, Torrente. Nem fog meg glúgni a pénzzel is, nem hagyva a gépnél. Ugyan, dehogy! Mégis miféle embernek képzelsz? Nyomás! Ha? Ez már nem tetszik. Haza akarok menni. Ugyan, Ricardito, most már te sem szállhatsz ki. Na, gyerünk, gyertek. Hazamegyek. Mi a fasz csinálsz? Nem találod a gázpedált? Ott van! Ott a kocsija! Állj meg itt, gyerünk! Még mindig itt vannak. Ki kell használnunk a meglepetés erejét. A kapuhoz! A cégé, amely itt hagyta a várost a reptérrel együtt. Mindent átnéztem, tökéletesen működik. Az egészet a 2028-as madridi olimpiára építették, Pakke. Igen, elvették a rendezés jogát, mindent itt hagytak. Gyertek! We have the bags. You've got a plane? Yes, everything is ready. Okay, perfect. Let's go. Nem, az let's go. Tudjuk, hogy hol vannak. Lent a beszállási oldalon. Lesaphatunk rájuk. Lehet, hogy erősebbek, de mellettünk az értelem. Nyomás! Megállj! Megállj, ha mondom! Torrente! Itt nem számítottam rád. A végén kénytelen leszek megölni téged. Nem tudom, észrevetted-e, de túlerőben vagyunk. Nem, Marshall. Kevesebben vagytok, ráadásul mi jobbak vagyunk. Kicsoda? Srácok! Srácok! Torrente, olyan szánalmas vagy. De nem csoda, hisz spanyol vagy. Ezért hódítottátok meg Dél-Amerikát, mi pedig Észak-Amerikát. A génjeidben van a lúzerség. Vesztesnek nevezni egy sportolót, Régrossz. De egy mondatban kiejteni, hogy szánalmas és spanyol, ezért csúnyán megfizetsz. Elég, bohócok!
vége a játéknak. Itt hagyod a pénzt, vagy vége a cicinek. Te talán azt hiszed, a szilikon cici golyóálló mellének is jön? Hé, hey, az én cicim teljesen természetes. Bocs, baby. Torrente, és most én velem. Ügyes volt, fiam, ügyes voltál. Na, gyerünk, fogjuk a lóvét és induljunk. Fogd a táskákat! Ne olyan gyorsan. A pénz ugyanis velünk jön. Nyomás, Puffy. Hozd a táskákat. Puffy? Torrente, szállj be a furgonba! Csak úgy hemzsegnek a zsaruk. Gyerünk már, Torrente! Szálljatok már, nem, bozd meg! Hagyjuk most a furgont. Van egy jobb ötletem. Üdvözlöm a repülőgép pilóta képző ötös leckéjében. Ma lépésről lépésre bemutatom, hogy lehet sikerrel felszállni egy 747-re. Ilyen az internet, óriási öcsém. Mondtam, megtanítalak tojást főzni, és atombombát gyártani a pincében pár használt elemből. Én ezt nem értem, Torrente, én nem értem. Ugyan már, Jesusin. Itt a film, és gyakorlott vagy, hisz az útrérai mezőket permetezted. Ez neked gyerekjáték. Még fiatal voltam. Ez olyan, mint a kerékpározás. Soha nem felejted el, ha egyszer megtanultad. Ne parázd már. Induljunk. Motor indul. Torrente! Torrente! Mindjárt jövök. Fogjuk meg jó erősen, megyünk, és aztán indulunk már. Torrente, gyorsan kérek egy pinyakoládát. Talán légi kisasszonynak nézel. És olajbogyót hozzá. Torrente, képzeld, Ricardito azt mondta, nem akar repülni. És kiugrott, amikor elindult a gép. De hülye, de leszarom, menjen nyugodtan. Több marad nekünk. Mit érdekel téged? Nem, az a legnagyobb bajom, hogy jönnek a zsaruk. A rendőrség a felébe! A rendőrség! Itt vannak a zsaruk! Jesusin, nyomás! Gyorsítani! Itt a rendőrség! Gyorsan! Jó, gyorsítani könnyű, de mégis, hogyan emelkedjünk fel? Na jó, majd meglátjuk, hogy kell felemelni. Adj neki, adj neki! Adjon neki maga! Nos, barátaim, eddig tartott az első rész, de tartsanak velem a második részben is, ahol folytatom a felszállás pontos mechanizmusának. Kérlek ne! Mi történt? Nézd csak ki! Ki van ott? Ne fogod elhinni! Ez marsal! Azt hittem, kiütöttük! Dobjunk rá valamit! Ez az, ez lesz az! Üdvözlöm a felszállási lecke folytatásában! Ne dobd ki, Torrente! Ne dobd ki, Torrente! Ne dobd ki, Torrente! Ez is megteszi! Mi az? Kapja el! Most kell felránt a
gyorsítani! Mindenki menjen a folyosóra! Gyere, Torrente, gyere! Itt vagy, már bent vagy! Jézus, én nagyon várja! Azonnal fel kell szállnunk! Mi történt? Nézze csak, mi vár előttünk! Fakker! Szentséges Isten! Repülni kell, de most! Akár a kismadár! Látod a bot kormány? Ez itt? Húzd magad felé! Emelkedjünk! Fuck! Na hát, ég veled! Ég veled, Marshall! Torrente úr, automata pilótára kapcsoltam. Hova menjünk? Hát, Torremolinosba eszél! Dél-Amerika egyik eldugott szegletében. Basszus, Torrente úr, szerintem ez nem Torremolinos. Ha vannak itt kocsmák, bordélyok, s más fennkölt kulturális lehetőségek, minél messzebb, annál jobb. Már két órája kutyagolunk. Torrente, szerintem ezek kokalevelek? Kokalevelek? Szerény már önző, adj mindenkinek. Ez az én lehetőségem, hallod-e? Jut mindenkinek a fenébe. A picsába! Torrente, itt egy csomó csiga. Torrente, a pénz maga elejtett egyet, hallja? Bazd meg! Elszakadt ez a kurva táska. Egyet se veszíthetünk. Megtérül a pénze, gázt a házba. De ezek mi? Mi ez? De mégis mi a szar ez? Nem ez tele van hamis pénzzel? Mind hamis! Basszus! Nekem mindegy, kérem a részem, elég volt! Részem! Dominikai Köztársaság, Be Life Canoa luxus szálloda. Nénikém, nem tudod, miről maradsz le megint? Ez kész paradicsom. És holnap Hawaii-ra repülünk. Nem értem, miért nem akartál eljönni. Jaj, drága kicsikém, tudod, hogy félek a repüléstől. Ne félj, remekül érzem magam a toledói luxusban. Látom, ott is jó a társaság. Ja, ő? A drága fiút az interneten béreltem. Egy kicsit gótikus, de nem is hinnéd, hogy milyen jót tesz. Csak azt nem értem, hogy tudtad észrevétlenül kicserélni a táskákat? Mikor Ricardito szólt, hogy nem bízik meg az amerikaiban, és rám számít segítőként, akkor találtam ki. És fogjuk a pénzt, és szépen elvisszük egy adóparadicsomba. Ricardito reggel előkészítette a táskákat a hamis pénzzel. Egy konténerbe tette a csatorna fedélhez közel. Aztán elsőként jött ki, és gyorsan kicserélte a táskákat. A végén oda mentem, és kivettem a táskákat az eredeti pénzzel. Ilyen okos az én fiú, milyen okos! Nem is tudom. Gondolom, hogy Torrente úr egy szép napon eljön és elkéri a részét a többiekkel együtt. Persze, ezért is mondtam az én galambomnak, hágjunk a nyakára a pénznek gyorsan, ugye, picinyem? Gyere, menjünk a szobába, rád fér a szivatás. Vagy egy nyalás, ami csak akar, szédesem, de nem itt. Ricardo, hisz külföldön vagyunk. Ricardo, a pálmák között, de nem itt. Ugyanabban az eldugott szegletben, mint az előbb, csak még messzebb. Ezt én találtam ki az én receptem, kókusztejjel és jó rummal. Divatos koktél. Isznak még valamit? Hé, nagyon vigyázz, mert szétverem a fejedet, hé! Akkor átadok a tálcával, hogy padlót fogsz. Én látom a spanyol hölgyet, amikor felhúzom. Lágyvajúz, fogsor! Igyekezzetek, ne szórakozzatok már velem! Spanyolország szégyenei vagytok! Egy kis gratis krémezést, egy dollár. Köszi, nem. Akkor fél dollár. Az krémet fél dollárért. Megint rábasztam.
Tiszta törölköző! 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 De Torrente úr, szerintem ezek nem így spanyolok. Akkor svédek? Speak in English? Szépségem? Figyelj, egy kis homok került a köldöködbe, ne vegyem ki, he? Ékszert? 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 Torrente! Torrente! Ide! Ide! A fekete mindjárt elad valamit a nőnek! Elnézést, hölgyeim! Hé! Hey, hé! Hey, korallnyakláncot és márvány kis elefántot itt én árulok! Megértetted, te dzsungellakó? Nem tudtál róla, hogy ez a mi területünk? Hány banánt kell még megenned, míg felfogod végre? Teljesen őrült a fickó! Egyedül neked nincs itt helyed! Micsoda? Végül is mi vagyunk itt a vendégek. Igaz. És a pártját fogod ennek a dzsum-dzsumnak? Miért? A hülye spanyolok rontják itt az üzletünket! Ollő! Miféle üzlet? Most ereszkedtél a fáról? Mit tudsz te erről? Hallod, sápatak, mondok én valamit, széttöröm a sápatófádat! Sápatak, igen, sápatak! Jézus, gyere! Vedd el a dobozt, nehogy összetörjem ezen a faszkalapon! Gyerünk, srácok! Gyertek! Mindenki egyért! Gyerünk, nagy bajusz! Después de salir del maco, más perdido que un cosaco. En la gran vía. Creyendo en nada más flaco y decidido a chutarme. Una sangría. Con un nido de ladillas, colchoneras y una rata. En la almohada. Echando pulso a pajillas, con espera y en Sevilla, pero sin mariconada. Uno no está preparado. Kösz, haverok. Magyar hangok. Csúlya Imre, Dörner György, Józsa Imre, Karácsonyi Zoltán, Debreceni Csaba, Tar Judit, Mészáros Máté, Elek Ferenc, Horváth Illés, Márkus Sándor, Fodor Tamás, Ligeti Kovács Judit, Andrész Kati, Halász Aranka, Vida Péter, Faragó András, Várkonyi András, Kertész Péter, Botár Endre, Erdélyi Mari, Réti Szilvia, Szokolai Ottó, Rosta Sándor, Serer Péter, Peregi Péter, Forgács Gábor, Bókai Mária. Magyar szöveg Frenkel Gergely, Fágó Pilipár Éva, hangmérnök Hollósi Péter, gyártásvezető Molnár Melinda, szinkronrendező Aprics László. A szinkron az ADS Service Kft. Megbízásából az SDI Media Hungary stúdiójában készült. Produkciós vezető Szép Erzsébet. Forgalmazza az ADS Service Kft. Un butrón en el casino es un destino. De mucha categoría. A destripar Eurovegas no se llega. Sin alta tecnología. Hoy curan el patriotismo con turismo. De 10.000 pesetas falsas. Que penitaba Neptuno. Mirando un mundo de uno con camiseta del Barça. Así que dije, me piro. Un gran golpe y me retiro. Cambió el cumple por la salsa. Pise moqueta luciendo jeta por los salones. Pero mega fue el negocio, un chungo socio clon de Al Capone. En el capítulo 5, México en marcha con pipirrana. Me lo jinco. Y adivinan quién suscribe. Se va a follar al Caribe 40 y 10 noches por semana. Eso es. Aunque la ley me decepcionó, sigo siendo el más mejor. Con mi currículo y mi palillo de dientes. Mi farina red y volverán. A la cumbre ya verán. Porque son más necesarios que contingentes. Lo dice Torrente. Que es un servidor que resucitó unas pocas de veces sin pedir perdón porque no envejece y flota y se crece y en la corazada sala del casino en Lucas de Perla Major y que joyas pintóricas vio ese amor de Borja firmado por Cecilia con su copyright y a la tita Thyssen arreglo se le hizo el chichi Calisay. Esto es lo que hay. Ya
ya me despido. De los amiguetes. Porque hago doblete en cine de estreno de mucho postín. Ay, don José Luis, bendito veneno. Se le echa de menos. Dice la vedete de los cabaretes. No tarde morir, no tarde morir, no tarde morir. Na most volt happy end. Mindenki boldog lehet. Ezt csak te mondod, bazd meg. Meddig maradjak így? Már vég a filmnek, és mi még mindig itt dekolunk? Meddig maradjunk? Valaki elmondaná, hogy áll a